És az ő ajándéka pedig egy 50 ezer forintos vásárlási utalvány. Mi idén Széles Némex Rita vehette át az első helyezésért járó elismerést a Gondos Gazda Virágos Porta című pályázat családi ház kategóriájában. Azt mondja, nem egyszerű feladat egy szép kert fenntartása, hiszen azt minden nap ápolni kell. Én nagyon örültem neki természetesen, mert úgy láttam, hogy ugye nagyon aranyosak voltak a zsűritagok, és láttam, hogy ők is jól érezték magukat nálunk. A program nem titkolt célja Tolnaváros összképének javítása is. A zsűrizésben egyébként Mercel György helyi kertészmérnök is részt vett. Csodálatosak voltak. Ahogy mondtam az elején, és igazából az látszott, hogy mindenki gondos gazdája a kertjének, a portájának, annak a környezetének. Az, hogy kinél mennyi virág van, hogyan oszlottak meg a növények, az nyilván ízlés kérdése is. De én azt hiszem, hogy valamennyien megtették azt, amit azért az adott kertér meg lehet tenni. A Gondos Gazda Virágos Porta versenyt hosszú kihagyás után 2022-ben indította újra útjára a Virágos Tolnáért és Mözsért munkacsoport. Az elnök hozzátette, hogy évről évre egyre többen csatlakoznak a programhoz, hogy megmutassák kemény munkájuk gyümölcsét.